Jobban kezdte a találkozót a fekete mezes vendég Ljubljana a női kézilabda BL középdöntőinek harmadik fordulójában, hiszen gyorsan vezetést tudtak szerezni. Ezután azonban rendezte sorait az Audi Eto KC és átvették az előnyt. Ambros Martin tanítványainak minden gólért keményen meg kellett küzdeniük, ezt az akadályt azonban megugrotta a zöld mezes alakulat, elkezdtek ellépni ellenfelüktől, a 22. percben már 5-tel vezettek a hazaiak. Ezután azonban megint a Ljubljana percei következtek, a félidő végére 14-12 volt az állás. A fordulás után a két gólos előny állandósulni látszott, mindössze egyszer tudtak egyre feljönni a vendégek. Az utolsó percekre is maradtak izgalmak, de a szlovénokban már nem volt elég erő a pontszerzés kiharcolásához, az Audi Eto KC végül 27-24-re tudott győzni. Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, hiszen egy remek csapattal találkoztunk, akik minden lehetőséget megpróbáltak megragadni, hogy megnyerjék a mai mérkőzést. A legfontosabb, hogy annak ellenére, hogy nem is a legjobbunkat nyújtottuk, végül is nyerni tudtunk. Az is lényeges, hogy sajnos egyelőre hazai pályán nem azt a teljesítményt nyújtjuk, amire képesek vagyunk, de nagyon keményen dolgozunk azért, hogy ez gyorsan megváltozzon. Mivel a csoport másik meccsén a Buducnost Podgorica a Larvikkal is döntetlent játszott, az Audi Eto KC jelenleg 5 ponttal vezeti középdöntős csoportját. Most 2 hét szünet következik a BL-ben, majd március 3-án az Audi Eto újra összecsap a Ljubljanával, akkor majd Szlovéniában.